Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésen. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendégünket, jelenlévőket és természetesen a kedves televízió nézőket is. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 9 képviselő jelent meg a mai testületi ülésen. Távol maradását bejelentette Andrássy András és Karcagi Nagy Zoltán képviselő urak. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi napirendi pont kerüljön felvételre. 33. pótnapirendi pontként javaslat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023-as országgyűlési határozathoz való csatlakozásra. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodott, egyhangúra került elfogadásra. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi ponti javaslata. Ha nincs, akkor a teljes napirendi pontot, illetve a napirendeket teszem föl szavazásra. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem készfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodott, egyhangúra került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom továbbá, hogy a 11-től 32-ig terjedő napirendi pontok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. paragrafus 2-es bekezdés A és C pontja értelmében zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntéseket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Porok László Mátét, a Debreceni Szakképzési Centrum építéstechnológiai és műszaki szakképzőiskola tanulóját, aki a 2023. április 24-26-a között a Szakma Sztár Fesztivál keretében megrendezett országos szakmai versenyen központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő szakmában második helyezést ért el. Az elért eredményhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Porok László Mátét, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Farkas Mátét, a Szent Anai Sámai Református Gimnázium technikum és kollégium tanulóját, aki a mezőgazdasági gépésztechnikus országos szakmai tanulmányi verseny második helyezését érte el. Az elért eredményhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Farkas Mátét és felkészítő szakoktatóját, Futó Lajost, hogy legyenek szívesek kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, 2023. május 12-e és 14-e között Spanyolországban került megrendezésre a 11. ICO
Matsushima Kyokushin Karate Európa bajnokság, amelyen a Karcagi Sportegyesület karate és tájbok szakosztályának versenyzői érmet szereztek. Ifjú Gyarmat Imre veterán 40 plusz korosztály nehézsúlyban Európa bajnoki címet szerzett, Magyar Levente pedig U21 korcsoportban 70 kg-ban bizonyult a kontinens legjobbjának. Nagy István szenior plusz 90 kg-ban a dobogó harmadik fokára állhatott. Az elért kiváló eredményekhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok. További sok sikert és jó egészséget kívánok. Nagy István külföldi munkavégzése miatt nem tud jelen lenni az ülésen. Felkérem a két Európa-bajnokot, ifjú Gyarmat Imrét és Magyar Leventét, szíveskedjenek kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Gyarmat Imre szakosztályvezető, aki egyben a versenyzők edzője is később fog érkezni. Akkor elnézést! Elnézést! Tehát ifjabb Gyarmat Imre fog később érkezni. A KSE nevében Orosz István köszönti a versenyzőket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Keserű Balást, aki több ezer jelentkező közül megnyerte az Álommeló című 6 héten át tartó televíziós műsort, és Balogh Leventének, a Szentkirályi Magyarország Kft. Alapító tulajdonosának elnöki asszisztenseként folytatja pályafutását egy évig. Az elért eredményhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Keserű Balást, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművészt, aki a 2023. május 5-én megrendezett 6. Jászkun emlékülésen több évtizedes értékteremtő és kiemelkedő művészeti tevékenységéért, a nagykuncság kultúrájának és értékeinek történelmi hagyományainak népszerűsítése érdekében végzett munkájáért, Jászkunságért elnöki elismerő oklevélben részesült. Az elismeréshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész urat, hogy legyen szíves kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület, 2023. április 28-án a Karcag és Térsége Tehetséggondozó Tanács digitális kompetenciafejlesztés lehetőségei a tehetséggondozás során címmel tartott szakmai fórumot a Dérinek Kulturális Központban. A rendezvényen a térség óvodái és általános iskolái mutatták be jó gyakorlataikat, valamint előadások hangzottak el a tehetséggondozással kapcsolatosan. A szakmai fórumot Szepes Libor polgármester úr nyitotta meg,
Zárszót Sárikovács Szilvia alpolgármesterasszony mondott. A rendezvényen jelen volt még Pánti Ildikó képviselőasszony. Szintén április 28-án Szepesi Tibor polgármester úr sajtótájékoztató keretében írta alá a 10. országos pálinka és törköly pálinka verseny közös megrendezéséről szóló megállapodást Mihály László úrral, a Nemzeti Pálinka Tanács elnökével. A sajtótájékoztatón ismertetésre került a pálinka verseny és a kapcsolódó programok menetrendje, valamint a versenyzáró Pálinka Fesztivál programja. Április, szintén még április 28-a és május 1-e között városunkba látogatottak testvértelepüléseink, Bácskosútfalva, Szepsi és Székelykeresztúr képviselői, akik részt vettek a városban rendezett eseményeken. 2023. április 29-én a Dérényi Kulturális Központ adott otthont a Karcagért Közalapítvány jótékonysági estének. A jó hangulatú rendezvény bevételét az alapítvány a Dérényi Kulturális Központnak ajánlotta fel. A rendezvényen köszöntőt mondott Szepesi Tibor polgármester úr, részt vettek Gyurcsek János és Sárikovács Szilvia alpolgármesterek, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők. Április 30-án a Városház előtti téren várták azokat a fiatalokat, akik májusfát szerettek volna állítani. Az érdeklődők a fákat Szepesi Tibor polgármestertől vehették át az eredetségüket igazoló iratokkal együtt. Május 1-én nagy érdeklődés mellett került megrendezésre a karcagi huszár találkozó a Zuglógerben. A rendezvényen többek között huszár bemutatót, májusfállítást, lovasnomád harci és játék bemutatót, lovas ügyességi versenyt, színpadi kulturális produkciókat láthattak az érdeklődők. Ezen túlmenően pásztor találkozón és búzaszentelésen vettek részt az eseményre kilátogatók, valamint meghallgathatták dr. Pintér Zoltán történész előadását Fábrici Kovács Mihály huszár ezredesről. A rendezvényt Szepesi Tibor polgármester úr nyitotta meg, jelen voltak Gyurcsek János és Sárikovács Szilvia alpolgármesterek, dr. Kanásznagy László, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselő. Május 4-én a György István Nagykun Múzeum szervezésében a Jászkun Redemció emlékharangjánál került megrendezésre a Jászkun önmegváltás tiszteletére szervezett megemlékezés, amelyen Illési Ádám, Emeritus Nagykun kapitány mondott ünnepi beszédet. A megemlékezésen Szepesi Tibor polgármester úr, Gyurcsek János és Sárikovács Szilvia alpolgármesterek, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők helyezték el a koszorút az emlékharangnál. Május 5-én Szolnokon a Nemzeti Jászkun Emléknap alkalmából Jászkun emlékülést rendeztek a Vármegyházán. Az emlékülésen kerültek átadásra a Jásznagykun Szolnok Vármegye történelmi kulturális értékeinek gyarapodása téren kiemelkedő tevékenységet végző személyek részére a jászkunságért elnöki elismerő oklevelek. Május 5-én és 6-án tartották balogási ünnepségüket a karcagi középiskolák. Az ünnepségen az önkormányzat képviseletében Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pindrész Zoltán képviselők vettek részt. Május 6-án kerékpáros ügyességi versennyel egybekötve került átadásra az erdei kerékpáros pálya városunkban. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester úr köszöntötte a résztvevőket. Május 7-én a Városi Sportcsarnok adott otthont az U11 lány vármegyei válogatott a kosárlabda tornájának Jásznagykun Szolnok vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Bács-Kiskun vármegye és Baranya vármegye csapatainak részvételével. Megyénk csapata szép teljesítményt nyújtva, a 4. helyen végzett a tornán, városunkat 5 játékos képviselte. Az eredmény hirdetésen jelen volt és díjakat adott át Szepesi Tibor polgármester úr. Május 8-án az önkormányzat képviselőtestületének tagjai, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjai, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai látogatást tettek a Dunaharasztiban működő New Energy Kft. Által üzemeltetett kémiai lebontó üzemben, ahol gyárlátogatás során tájékoztatást kaptak arról a biztonságosan és környezettudatosan működő technológiáról, amely megvalósítását tervezi a cég Karcagban. Május 9-én új helyszínen a Püspökladányút 5 szám alatt nyitotta meg
kapuit a tűzoltó történeti kiállítóterem, ahol Lévai Kálmán nyugalmazott tűzoltóparancsnok által évtizedeken át gyűjtött a karcagi tűzoltóság több mint 100 évét bemutató kiállítás anyagát tekintheti meg a látogatók. A megnyitón Szepesi Tibor polgármester úr mondott köszöntő beszédet jelen volt Pántér Ildikó képviselő. Május 10-én az idei országos pálinka és törköly pálinka verseny hivatalos megnyitójával elkezdődött Magyarország legnagyobb és legismertebb pálinka versenye, melynek városunk adott otthont. A versenyhez több esemény is kapcsolódott, délutánonként a város több pontján lehetett pálinkát kóstolni, illetve az ifjúsági házban vezetett pálinka kóstolásra várták a szervezők, az érdeklődőket. A verseny megnyitóján Szepesi Tibor polgármester köszöntette a résztvevőket. Jelen voltak Sári Kovács Szilvia alpolgármester és dr. Pintér Zoltán képviselő. Szintén május 10-én Bécsben a Magyar Köztársaság nagykövetségén megnyílt orvos képzőművész kiállításon lépett fel a Kátai Madison Kórus, mely rendezvényen Mennyi László Erzsébet képviselőasszony vett részt. Május 11-én a Dérnék Kulturális Központban került megrendezésre a 4. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Értéknap. A rendezvényen az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak meg, valamint megnézhették a Danton Művészeti Közhasznú Egyesület Hungarikum gyermekrajz pályázatára nevezett alkotásokat. Az értéknapon Szepesi Tibor polgármester úr mondott köszöntőt, jelen volt továbbá dr. Pintér Zoltán képviselő úr. Május 12-én dr. Pintér Zoltán képviselő úr vett részt a Cefre Dr. Kft. Pálinkápolna pálinkafűzdőjének átadásán Kisújszálláson. Május 13-án a Karcagért Közalapítvány támogatásával került megrendezésre az Országos Pálinka és Törköly Pálinka versenykísérő Pálinka Fesztivál a Múzeumparkban. A fesztiválon Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az érdeklődőket. Az eseményen részt vettek Sári Kovács Szilvia alpolgármester asszony, Molnár Pál, Nagydíj László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselők. Szintén május 13-án nyílt meg a 27. Berekfürdői Nemzetközi Nagykó Művészterep kiállítása a Bodlászló Művelődési Házban. A művésztelepre meghívást kapott Liggai Nataja Vladimirovna és Gulmara Tatibajeva kazak fotóművészek is. A kiállítás megnyitóján részt vett és köszöntőt mondott Szepesi Tibor polgármester úr. Május 16-án a Császtani csatában 1779. május 11-én ősi halált halt Fábrici Kovács Mihály a karcagi születésű huszárezredes tiszteletére szervezett emléknapon a szülőháza helyén felállított emlékkapunál Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony mondott emlékező beszédet és koszorút helyezett el dr. Pintér Zoltán képviselő úrral. Ezt követően a Kovács Mihály Általános Iskola tagintézményben szervezett ünnepségen Orvostót Endre Sándor, a Kovács Mihály Huszárbandérum hagyományőrző strázsamestere emlékezett Fábrici Kovács Mihály huszárezredesre. Az intézmény falán található emléktáblánál Szepesi Tibor polgármester úr, Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Molnár Pál, Nagydíj László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők helyeztek el koszorút. Május 16-án tartotta éves beszámoló közgyűlését a Kovács Mihály Baráti Társaság, mely közgyűlésen Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők vettek részt. Május 17-én a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében a Városháza parkolójában iskolai csoportok és a lakosság részére volt látogatható az Átrepülők hosszában a hazámon című mozgó kiállítás. Szintén május 17-én Karcag Városi Önkormányzat is csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub szervezésében a Bringás reggeli programhoz. Reggeli palacsinta, alma és ivólé várt az iskolába, munkába kerékpározókat a múzeumparkban. Az akcióhoz a karcagi rendőrkapitányság is csatlakozott, akik akadálypályát építettek, és a kerékpárosok kipróbálhatták ügyességüket. A programon Szepesi Tibor polgármester úr is részt vett. Május 17 és 21-e között Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony és Nagynéj László Erzsébet önkormányzati képviselőasszony francia testvérvárosunkban Lugóba tartózkodott, testvérvárosi kapcsolatunk közel 2 évtizedes fennállásának alkalmából szervezett találkozón. Május 18-a és 21-e között Szepesi Tibor polgármester úr és dr. Kanász Nagy László önkormányzati képviselő lengyel testvérvárosunkban
Krosno-Odzsanszkijébe tartózkodott, ahol többek között megbeszélést folytattak a rövidesen megrendezésre kerülő német-lengyel-magyar sporttalálkozóval kapcsolatban. Május 18-án a 20 éves nagykonsági népművészek egyesületének kiállításának megnyitóján Pánti Ildikó képviselőasszony vett részt a György István Nagykun Múzeumban. Május 19-én tartotta éves beszámoló közgyűlését a Nagykun Hagyományőrző Egyesület, ahol Pánti Ildikó képviselőasszony volt jelen. Ugyancsak május 19-én a Déréné Kulturális Központban került megrendezésre a nyelvi laborral a nyelvtanulásért közalapítvány jótékonysági estje. A rendezvényen részt vettek Molnár Pál és Pánti Ildikó önkormányzati képviselők. Május 20-án dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő a Nagykunbajtársi Egyesület Magyar Honvédelem napja alkalmából szervezett megemlékezésén koszorút helyezett el az ifjúsági ház falán található emléktáblánál. Szintén május 20-án a Múzeumparkban került megrendezésre a Családi Nap és a második karcagi veteránjármű kiállítás. A rendezvényt Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszony nyitotta meg, jelen volt Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen, jegyző úrnak a felsorolást. Ismét egy tartalmas időszakon vagyunk túl, ha ehhez hozzáveszünk azokat az eredményeket is, amelyeket a beszámoló előtt köszöntöttünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon eredményes és gazdag időszak az, amely mögöttünk maradt, és nagyon szép eredményeket sikerült elérni. Még egyszer gratulálok a díjazottaknak, és további sok sikert, eredményeket kívánok számukra. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem, mert a két ülés között eltelt időszakban nem vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselőtestület, napi rend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, a kérdések megválaszolására a napi rendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki élni kíván kérdés lehetőségével. Ha nem, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Tisztelt képviselőtestület, első napirendi pontunk. Beszámoló Karcagváros Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zár számadásáról. Tisztelt képviselőtestület, a 2022. évi költségvetés végrehajtása során önkormányzatunk az előző évhez hasonlóan és a megszokott színvonalon biztosította a közfeladatok ellátását. A költségvetési fő összeg a módosítás után 50.499.443.253 forintra változott, amely természetesen megfelelő lebontásban rendelkezésre áll mindenkinek, hiszen az anyag megküldésre került. Vitára bocsájtom a napirendet. Kérdés hozzászólás van-e? Panász Nagy László képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, televízió nézők. A önkormányzatunk ügyrendi és jogi bizottság a soros ülésén tárgyalta ezt a napirendi pontot, és hogy újra ne kelljen felálljam, és szót kérjek a következő napirendi pontot is. Ezeknek a megtárgyalása lényegében egyhangú szavazással megtörtént, és javasoltuk a képviselőtestület számára szintén elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Molnár Pál képviselő úr. Szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévő, kedves televízió nézők, pénzügyi fejlesztési bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. A rendeletalkotást támogatta egyhangulag, és a képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja azt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, valóban, ahogy az anyag is tartalmazza, az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodásának a végrehajtásánál is a biztonságos végrehajtásra és arra a magas színvonalra törekedett, amelyet az előző években is megszoktunk, de a takarékos gazdálkodás meghozta eredményét, hiszen egy nagyon stabil költségvetés sikerült végrehajtanunk és lezárnunk, mind a mellett, hogy a fejlesztéseink is abban az ütemben haladtak, amelyet előre elterveztünk, és abban az ütemben haladnak továbbra is.
Kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen. Nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Második napi rendi pontunk. Javaslat Karcagváros önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló rendelet tervezetre. A 2022. évi gazdálkodás eredményeként az elmúlt évben önkormányzati szinten összesen 6 759 503 783 forint maradvány képződött, amelynek javarésze a fejlesztésekhez kapcsolódik, feladattal kötötten. A fönnmaradó rész az mintegy 80 ezer forint, amelyet elvonásra javaslok, és beépítésre természetesen ebbe a költségvetési évben. Az anyag itt is tartalmaz mindent, amely szükséges a döntés meghozatalához. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság megtárgyalta, támogatja, ügyrendi támogatja, ahogy hallottuk. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Harmadik napirendi pontunk, javaslat a Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 képviselőtestületi határozat 2022. évi első módosítására. Tisztelt képviselőtestület, Karcagipari Park tervezett fejlesztéséhez a jelenleg hatályos Karcagváros település szerkezeti tervének és Karcagváros helyi építési szabályzatának egy szabályozási tervének módosítására van szükség. A település rendezési eszközök módosításához szükséges egyeztetési eljárások lezajlottak. A kémiai újrahasznosító üzemmel kapcsolatos az önkormányzatunk által külön kért környezeti vizsgálat elkészült. Ezt a vizsgálatot a környezetét felelős államigazgatási szervek véleménye alapján kiegészítették, az állami főépítész által javasolt észrevételeket a tervben átvezették. Ennek megfelelően kell meghoznunk döntésünket. Az anyag tartalmazza az összes szakhatósági véleményt, illetve a környezetvédelmi vizsgálat eredményét is. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Lengyel János képviselő. Köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Először is hagyj köszönjem meg polgármester úrnak, hogy részt vettem Dunaharasztiba ennek a gyárnak a megtekintésébe. Végigkövettük a technikát az elejétől a végéig. Megfigyelhettük, hogy mi lesz egy gumiabroncsból. Ugye gáz, olaj és korom a végtermék. Sajnos ez a korom, ami olyan apró, mint egy púder, mint a púder, azt még itt a karcagi gyárba még aprítani fogják, hiszen ez fogja a síkfóliának az alapanyagát tartalmazni. Szóval nagyon veszélyes, megint ezt fenntartom az előző véleményemet. A gáz égetése maga is veszélyes, hiszen ezt a gumigázzal működik az egész üzem, de amit itt megtapasztaltam, hogy a korom, ez az apró gumi, ami bekerülhet az emberi szervezetbe, igencsak veszélyes az egészségre. Nos, elkészült a várvált környezeti értékelés. Az ötödik oldalon úgy fogalmaz a készítő, hogy a terv Karcagváros ipari parkjába található 53-89/9 helyrajzi számú ingatlant érinti, lakóházak, lakóterületek a közvetlen környezetben nem találhatók. Önmagában a módosítás nem gyakorol hatást a lakosságra, az emberi egészségre. Most 150 méterre a beruházástól a téglagyári szolgálati lakások találhatók. Ott emberek, családok laknak, akiknek az életét ezt igenis befolyásolni fogja. Én nem tudom, hogy nincs felkészülve, vagy hogy készült el a tanulmány, vagy hogy írhatott le, hogy közvetlen közelben nincs lakóépület. Igenis laknak, igenis vannak emberek, ott élnek, és őket bizony érinteni fogja ez a beruházás. Az egész környezeti értékelésben nem található az, hogy a szomszédban egy temető található.
és a temetőre különös jogszabályok, törvények vonatkoznak. Mondta a véleményeket polgármester úr, és a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály véleményezte is, mégpedig azt írta, hogy zajvédelmi szempontból felhívjuk a figyelmet az alábbiakra. A beruházásra kémiai újrahasznosító üzemre vonatkozó engedélyezési tervek zajvédelmi munkarészekben kérjük figyelembe venni, hogy Karcag itt a helyrezőszámkönyvnek, helyrezőszámú falusios lakóterület besorolású, valamint Karcag helyrezőszámok helyrezi temető, különleges terület besorolású ingatlanok zajtól védendő területek. A fenti besorolású területekre környezeti, zaj, rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló itt a törvényszámban együttes rendelet, továbbiakban rendelet mellékletek harmadik sora alapján nappali időszakban 50 decibeles, éjszakai időszakban 40 decibeles zajterhelési határérték vonatkoznak. A rendelet 5. paragrafusa első bekezdés C pontja alapján zajterhelés határértékeknek a temető teljes területén teljesülniük kell. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából egy zajterheléses gyár nem is épülhetne a területen, mert ez törvény. Ez az egyik véleményezés. De volt egy másik véleményezés is, ugye a 74 oldalból, az pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ véleményezése. Sajnos ők már másodjára kérték be az adatokat, és nem teljesült. Tehát nem tudnak véleményezni, mert nem kapták meg azokat a paramétereket, amiket kértek. Itt van véleményezésben, hogy véleményüket fenntartjuk, jöjjük Müller-Cecíliáék, tehát nem kapták meg a megfelelő adatokat, nem tudom, hogy miért. Véleményükben fenntartottuk korábbi véleményünket környezeti értékelés elkészítésére vonatkozóan, valamint kértük, hogy tartalmazza a tervezet tevékenység pontos és részletes technológiai szintű ismertetését, újrahasznosító anyagok keverékének leírását, újrahasznosító termékek jellemzését, segéd- és technológiai anyagok, valamint emissziós vegyületek ismertetését, tárolási módokat, mennyiségeket, megküldött dokumentáció ilyen adatokat nem tartalmaz. Jó lehet a tervezés és bővítési szánték, jelen állapotban ez a véleményünk szerint már ismert lehet. Tehát a fenti hiányosságból kifolyólag közvetlenül közvetve jelentkező környezeti hatásokat és következményeit nem lehet megbecsülni, mindössze azon megállapításra lehet hagyatkozni, mely szerint a levegőre szintén közvetlen hatást gyakorolhatnak az építés, később hasznosítás során kibocsátott szennyezőanyagok. Jó lehet a tervezett beruházás a területről a lakott területre távolabbra esik, megítélésünk szerint kb. 300 méterre észak-észak-nyugatra, a légszennyezettség tekintetében önmagába ezt a távolságot nem lehet kockázatcsökkentő tényezőnek tekinteni. Konkrét vállalkozásépítési elképzelések előtt környezeti elemeket, lakosságot, környezetben lévő érintő veszélyeket továbbra is azonosítani, kockázatok mértéket meghatározni szükséges. A későbbi tervezési engedélyi eljárások alkalmával kiemelt fontossággal kell kezelni a biztonsági szempontokat érvényesítésre juttatását, akár az eredeti elképzelések jelentős átalakítása, vagy máshol történő megvalósítása árán is. Tájékoztatjuk, hogy az eljárás további szakaszában Nemzeti Népegészségügyi Központ részt kíván venni. Tehát ők nem kapták meg az adatokat, és azt javasolják, hogy jó lenne minél messzebb vinni a várostól, mert nagyon közel van a lakott területekhez. Ezek a véleményezések, polgármester úr, hivatalos véleményezések. Veszélyes ez az üzem. Nem támogattuk, nem is fogjuk támogatni, jövőben se fogjuk támogatni. És nagyon kérjük, hogy fogadják meg a Müller-Cecíliáék tanácsát, vigyék messzebb a várostól, mert ez egy nagyon veszélyes üzem. És mindig mondja polgármester úr, hogy hát feltételes mód, ugye, hogy ez ilyen kommunikációs varázslat, hogy veszélyes lehet. A telepítési tanulmány termékbe foglaltak szerint le van írva, ez az üzem környezetre jelentős, kedvezőtlen hatású üzemnek minősül. Ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen, polgármester úr. Ez hol van leírva, képviselő, amit ott folyára mondott? Ez a Karcag város település rendezési eszközeinek 2002-es első módosításában található. No,
Én azt gondolom, akkor menjünk visszafele, én ezt erre nem emlékszem, de majd meg fogom keresni. A Müller Cecília véleményében egyrészt azt írta, hogy nem kíván részt venni a további egyeztetésekben, tehát valószínűleg el tudja fogadni azokat az értékeket és azokat a válaszokat, amelyeket egyébként én itt bejelöltem. Én azt mondta, hogy nagyon sok vélemény érkezett, valóban nagyon sok vélemény érkezett, hogyha ide néz képviselő úr, ez mindaz, ez a rózsaszín és sárga. Ebből van egyből felolvasott körülbelül három mondatot, amelyre még egyszer felhívnám a figyelmét, hogy kiemelt biztonsági szempontok érvényre jutását, természetesen ezen vagyunk, hogy érvényre jusson. Én azt gondolom, hogy mondott ön már itt 300 métert, 150 métert, meg 103 métert. A temető az több éve, sőt évtizede lezárt temető. Tehát ebbe a temetőbe, a Karcagtelki temetőről beszélünk, a Karcagtelki temetőbe nincs temetés. Ez a temető, ez nagyon régóta ott van, hiszen tudjuk, hogy Karcagváros történetének a legelső írásos emléke és a legelső település rész a Karcagtelki temető. Természetes, hogy ezt a részt fokozottan védeni kell, de ebben a temetőben nincs temetés. Az, hogy ebben a temető, vagy ezt a temetőt zajvédő fallal kell körülvenni, az most nem a mi feladatunk eldönteni, azt nyilván majd az építési engedély kiadásakor, illetve a gyárnak az üzembe helyezésekor előírja a megfelelő hatóság, hogyha megmérik ott a zajterhelést, és úgy ítélik meg, hogy az a szükséges egy zajvédő falat építeni, akkor nyilván addig nem fogják kiadni a használatba vételi engedélyt erre a temetőre. Tehát nekünk nem az a feladatunk most, hogy a temető zajvédő falával foglalkozzunk. A szolgálati lakások is egy érdekes kérdés, hiszen gyakorlatilag nem 150 méterre, én ahogy elmentem és megnéztem, azt szerintem több mint 200 méter. Tehát az, hogy kinek milyen ránézésre, egy térképszervényről milyen méter jön le, az szerintem nem mérvadó. Amit leírtak ebben a véleményben, szerintem az a mérvadó. Ha gondolja a képviselőről, kimehetünk együtt és megnézhetjük, hogy ez pontosan hány méter, meg hogy ez pontosan honnan kell mérni. De biztos vagyok abban, hogy ez jócskán több, mint amit ön mond, 103 méter. Azt is meg kell vizsgálni, hogy ezekben a szolgálati lakásokban egyáltalán van-e bejelentve lakó. Mert maga a lakások ott vannak, azt kell megnézni, hogy egyáltalán lakik-e abban valaki. A legutolsó tudomásom és megnézésünk szerint, vagy utánajárásunk szerint nem biztos, hogy vannak bejelentve hivatalosan abban az épületben lakók. Nyilván ezt a hivatal meg fogja vizsgálni. Korom. Képviselő úr is ott volt, és látta azt, hogy mikor kiszálltunk a buszból, akkor még meg is jegyeztem, és képviselő úr is bólogatott, hogy milyen jó levegő van rögtön a kapu előtt, és milyen szép az a fehér gyöngykavics, amit elterítettek azon az úton. Nyilván, amikor beléptünk a kerítésen belül, akkor volt valamifajta nyoma annak, hogy ott milyen munkálatok folynak. De ahogy képviselő úr is föltette a kérdést, és ahogy megkapta rá a választ is, ez egy olyan technológia, amelyet évekkel ezelőtt elindítottak, és amelyet folyamatosan fejlesztenek. Ennek a technológiának az a része, amely ezen a beton felületen megjelenik, és amelyre képviselő úr utalt, ez egy olyan technológiából kerül oda, amely nincs zárt rendszerben kezelve. Képviselő úr is megkérdezte, többen is megkérdeztük, hogy ugyanilyen rendszert képzelnek el Karcagon, és többször elmondták, és ebben az anyagban is szerepel, gondolom képviselő úr végigolvasta, vagy aki megírta a hozzászólását, az végigolvasta, hogy ez a rendszer egy zárt rendszer, teljesen zárt rendszer, ami olyan elszívó berendezésekkel működik, amely azt, amely Dunaharasztiban az útra kerül, tovább hasznosítja. Tehát összeszedik, összeszívják, vagy felszívják, vagy összegyűjtik, és ugyanúgy hasznosítják, mint minden mást. Tehát én azt gondolom, és képviselő úr erre ott másképp reagált, amikor személyesen látta, hogy ez a kor, vagy por, korom, ez nem kerül ki a levegőbe. Mint ahogy a gáz sem kerül ki, tehát képviselő úr hiába próbál arra utalni, hogy ez a gáz kimegy a levegőbe, ez egy zárt rendszerű gázképződés, amely gázt fölhasználnak a
kazánok újra fűtéséhez. Szerintem ez is le van írva egyértelműen ebben az anyagban, úgyhogy én nem osztom képviselő úr véleményét, mint ahogy képviselő úr is azt gondolom, hogy másképp látta a helyszínen, és másképp mondja most itt képviselő testületi ülésen. Nyilván önnek ez a feladata. További kérdés, hozzászólás? Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Két bizottság is megtárgyalta ezt a javaslatot, a pénzügyi és fejlesztési bizottság is támogatásról biztosítja, elfogadásra javasolja a testületnek, valamint a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. A mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság ülésen annyi kiegészítés történt a határozat elfogadása előtt, hogy illúziókat kerget az, aki azt gondolja, hogy most ide egy olyan üzem fog jönni, amely oxigént fog termelni. Természetesen a tevékenységünk során, mindennapi tevékenységünk során károsítjuk a környezetet, ha csak abba belegondolunk, hogy a testületülés után lemegyünk és beindítjuk a gépjárművünket, már káros anyagot bocsájtunk ki. De a jogszabályok biztosítják azokat a normákat, amelyek ezek a tevékenységek, akár jármű, akár bármi más kibocsájt, hogy olyan keretek között tartsa, amely megfelelő a környezeti normáknak, megfelelő a jogszabályi előírásoknak. Természetesen az ember tevékenysége során nagyon sokszor olyan műveletet végez, amely az előbb említett környezetkárosítást idézi elő, de hogyha ebbe az irányba nem lépünk, akkor lemaradunk a fejlődésbe. Hogyha megnézzük azt, hogy a település, ahol fölépítése került ez az üzem, egy Pest környéki városról van szó, semmilyen ellenállás nem volt a lakosság környékén, vagy a lakosság részéről, és egy rendkívül dinamikusan fejlődő várossal találkozhatunk. Én úgy érzem, hogy ettől a fejlesztéstől nem szabad eltekinteni, igenis támogatni kell. Az előbb említett emberi tevékenységhez még csak annyit szeretnék mondani, hogy a legnagyobb problémák nem is ezek az üzemek, nem is a széndioxid kibocsátás, hanem a bendőgőz az állatoknak a metán termelése jelenti, akkor ennyi erővel marhát sem tarthatnánk. Sajnos a legnagyobb problémát napjainkban ez okozza, de hát ezt nem lehetne a gazdálkodóknak megmondani, hogy ne tartsanak kérődző állatokat, mert a metán károsítja legjobban a ózont, és a széndioxid mellett a legnagyobb mennyiségben termelődő olyan gáz, amely környezetvédelmi szempontból kifogásolható. De hát nem mehetünk vissza, hogy ökörrel szántsunk és lóval közlekedjünk, igenis fejlődni kell, egy komoly bevételt jelenthet a városnak, munkahelyeket eredményez, 30-40-50 főt is foglalkoztathat. Így mindenféleképpen én is bizottsági elnökként elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Pintér Zoltán Árpád képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, alpolgármester asszony, tisztelt képviselőtársak, jelenlévők, kedves televízió nézők. Én előre bocsájtom, hogy végzettségemet tekintem nem vagyok környezetgazdálkodási szakmérnök, vagy ilyen irányú végzettség rendelkező szakember, ahogy egyébként szerintem egyetlen képviselőtársam sem az. Éppen ezért bízta meg a képviselőtestület egy országosan akreditált és ugye ilyen végzettséggel bíró szakember, illetve egy cégnek a szerepét arra, hogy végezzen el egy ilyen környezetterhelési tanulmánynak a elkészítését ennek a üzemnek a esetleges ideköltözésére. Előre bocsájtom, hogy szerintem ebben a vitában egy kicsit előre szaladtunk, hiszen jellemzően a napirendi pontunk az a település szerkezeti terv módosításáról, esetleges módosításáról szól, nem magának az üzemnek a letelepítéséről, de mivel fókuszpontba került ennek az üzemnek a szerepein egyetlen hozadékkal, egyetlen észrevétellel érnék elő, azért járunk el, kelünk mindannyian a városban, a város környékén, és nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy a városban a gépjárművek, akár a személygépkocsik, akár a tehergépjárművek, esetleg a mezőgazdasági haszongépjárművek száma jelentős mértékben megnőtt az elmúlt 10-20-30 évben, sőt ennek a növekedése tovább várható. Egy-egy személygépjármű 5-6 év után pedig jellemzően akár a nyári, akár a téli gumit illetően cserére szorul, van, ami már hamarabb, hogyha ugye nagyon kopik. Ez pedig azt jelenti, hogy szerintem nagyon kevesen ülnek itt a ülésteremben, akiknek ne kallódna otthon olyan gumi
gépjármű gumi, ami már ugye semmire nem való, és nem tudott eddig mit kezdeni vele. Legyünk, vagy jelentsük, hogy az való az őszinteséghez hozzátartozik, hogy ez a New Energy Kft. Én úgy tudom, hogy már vállalta dedikáltan azt, hogy a beszállítókon túl a lakosságtól is átveszi egyébként ezen gumiknak a felhasználását, feldolgozását, tehát ki lehet majd vinni a lakosság számára. Ez azért legyünk korrektek, tegyük hozzá, hogy azért nem azt jelenti, hogy innestől kezdve az árok partra dobálják felelőtlen emberek a gumit, vagy mondjuk ne adj Isten télen egy nagy hidegben eltűzedik, és akkor azzal sokkal-sokkal nagyobb kárt okoznak a környezetnek, mert hogy ennek a hangsúlyozom, hogy dedikáltan zárt rendszernek a folyamata végén, ha jól emlékszem, akkor technológiailag tisztított gáz távozik a környezetbe, ami szerintem még annyira sem káros, mint mondjuk a közlekedésből származó gázok, hogy ott egy gépjárműből a szénmonoxid, kén-dioxid, szén-dioxid, mindenki jön. Ez a gáz elegy pedig ugye technológiailag tisztított. Nyilvánvalóan megértem Lengyel János képviselőtársam érveit, tiszteletben is tartom, ugyanakkor én úgy érzem, hogy a környezetterhelési hatástanulmány nem tükrözi azt a rendkívül negatív véleményt, amit ő itt kifejtett. Természetesen, ha ő úgy gondolja, hogy nem támogatja ez az üzemtelepítését, én azt maximálisan elfogadom, én sem szavaznék meg súlyosan környezetkárosító üzemet Karcagra, de ez az üzem nem az. Ne csináljunk szerintem politikai, ne akarjunk politikai tőkét faragni egy egyszerű ipari kérdésből. Jelen esetben a városban munkahelyeket teremtünk, szerintem hozzájárulunk egy zöldebb Karcaghoz azáltal, hogy begyűjtjük a lakosságtól ezeket a gumihulladékokat. Én nem érzem, hogy képviselőtársam érvei feltétlenül megállnák a helyüket. Ennek ellenére tiszteletben tartom a véleményét. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Nagyné László Erzsébet képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Lengyel János képviselő úrnak a felszólalására szeretnék én is reflektálni, illetve polgármester úr által elmondottakra is. Jó magam is részt vettem ezen a bejáráson, és a bejárás alkalmával is megtapasztalhattuk, illetve többször elhangzott, hogy egy 15 éve épült üzemről van szó, ami ugye folyamatosan bővült, folyamatosan korszerűsítették. Itt viszont a tervek között már egy teljesen zárt rendszerű kivitelezés fog megvalósulni. És hogyha a határozati javaslat 4-es számú mellékletében, én itt a 6. oldalon olvastam, de már most eltűnt, egy zárt rendszerben fog megvalósulni, és a korom mérete a feldolgozásnál a 30 mikrométer. Ugye ezt tudja Lengyel János képviselőtársam is, hogy ez a méternek a milliomod része alá is vihető, és az egyéb hasznosítása is megoldható, tehát a kormot begyűjteni fogják, nem pedig felhasználni a műanyaggyártásban, nem pedig a levegőbe engedni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további hozzászólások. Szeretném összegezni a egyetlen mondatban, amit egyébként tartalmaz a környezetvédelmi tanulmány is. A terv az összes hatást, ható tényezőt mérlegelve környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból megvalósítható. A tervezett változások megfelelnek a jogszabályokban foglalt előírásoknak. Tehát minden olyan jogszabály, amely erre vonatkozik, és tudjuk ebben az esetben, hiszen erről is beszéltünk és erről is hallottunk, hogy a magyar jogszabályok sokkal, de sokkal szigorúbbak, mint Európában bárhol. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, két nem szavazattal elfogadásra került. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, megérkezett ifjú Gyarmati Imre, és akkor két napirendi pont között megragadjuk az alkalmat, hogy köszöntsük abból az alkalomból, hogy ahogyan a jegyző úr a testületi ülés elején mondta, Európa bajnoki címet szerzett ki Jókusi Karantaiban, szívből gratulálunk az elért eredményhez.
engedje meg, hogy egy kis ajándékot átadjak számára. Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk napirendi pontjaink megtárgyalását. Negyedik napirendi pontunk javaslat karcagi település rendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001 rendelet 2022. évi első módosítására. Tisztelt képviselőtestület, ez a napirend csatlakozik az előző napirendi ponthoz, itt egy másik szabályozást kell ugyanannak a célnak az érdekében módosítanunk és az ehhez való döntést meghozni. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Molnár Pál képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, kedves televízió nézők, a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság is, valamint a pénzügyi és fejlesztési bizottság is támogatta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor az előző napirendhez hasonlóan javaslom elfogadásra, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, két nem tartózkodás, két nem szavazattal elfogadásra került. Ötödik napirendi pontunk javaslat a helyi kitüntető elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 24/2022-es önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, 2022. október 27-én fogadta el Karcagváros önkormányzata képviselőtestülete a helyi kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét. Az elmúlt időszakban folyamatosan felülvizsgálatra kerültek a benne szereplő megállapítások, így azt kellett mondanunk, hogy egyes szakaszai pontosításra és kiegészítésre szorulnak. Ennek érdekében került a mai napirend megfogalmazásra. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? Ha nincs, ügyrendi bizottság támogatta, én is javaslom elfogadásra, ki egyetért jelezze, igen, nem, egy hangulat került elfogadásra. Hatodik napirendi pontunk javaslat a 2022. évi ellenőrzési jelentésre. Tisztelt képviselő testület, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény írja elő, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren keresztül az államháztartási feladatok ellátásáért önkormányzati szinten. Költségvetési bevételek, kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás képezi a belső ellenőrzés tárgyát. Ennek megfelelően kerültek megállapításra és ellenőrzésre az anyagban is szereplő tételek, megállapítások. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van. Molnár Pál képviselő, szakbizottság megtárgyalta. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom az anyagot, megköszönve természetesen a szakemberek munkáját, akik az ellenőrzéssel foglalkoznak, mind a hivatalban, mind pedig az önkormányzati intézményeknél. Nincs hozzászólás, akkor javaslom, fogadjuk el, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egy hangulat került elfogadásra. Hetedik napirendi pontunk javaslat az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre. A címe sokkal hosszabb, mint amit valójában takar, hiszen az ellenőrzés Karcagváros egyetlen költségvetési szervét, a városi önkormányzat városgondnokságát érintette. Az előző évben ennek a megállapításait tartalmazza az anyag. Én azt gondolom, hogy csak pozitív dolgot tárt föl a vizsgálat. Ehhez gratulálok az intézmény vezetőjének, az intézmény dolgozóinak. Ha valakinek kérdése, hozzászólása van az anyaghoz, azt kérem jelezze. Szakbizottság tárgyalta, elfogadta. Én is elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, jelezze, igen,
nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, 8. napirendi pontunk, beszámoló a gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény bekezdései alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekvédelem, gyermekek védelme, helyi ellátórendszerek kiépítése, működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, melyről minden év május 31-éig értékelő döntést kell hoznunk, ezt pedig továbbítani a kormány megfelelő szerveihez. A tisztelt képviselőtestület a lakosság szociális ügyeinek hatósági jellegű feladatait az a polgármesteri hivatal igazgatási és szociális iroda szociális csoportja látja el. Családi jogállás rendezése, gyámnevezés, gyámkizárás ügyekben, illetve a hozzátartozók közötti erőszakos ügyek és családvédelmi koordináció tekintetében, illetve ehhez a napirendhez tartozik a gyermekek átmeneti, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthonának működése, melyet részletesen tartalmaz az anyag, valamint ide kapcsolódik a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatait ellátó szervezeti egység, hiszen a szociális központban Család és Gyermekjóléti Központ, mint intézményegység működik, illetve Család és Gyermekjóléti Szolgálat is. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a központ járási szinten működik, vagyis 5 település, Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás, Kunmadaras és Karcag feladatait, települési feladatait is ők látják el. Nagyon részletes az anyag, mindent tartalmaz, bizottságülésen átbeszélésre került részletesen, így én nem kívánom az egész anyagot újra elmondani. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Nagyné László Erzsébet képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Karcag Városi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága tegnapi ülésén megtárgyalta a beszámolót a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2022 évi beszámolóját, úgy, ahogy az polgármester úr elmondta a polgármesteri hivatal szociális csoportjának a beszámolójával együtt. A bizottság véleménye egyhangú támogatás mellett, képviselőtestületi beterjesztés mellett, hogy ezt az igen nehéz feladatot nagyon szakszerűen és egymással karöltve látják el a Szociális Szolgáltató Központ és a szociális csoport munkatársai. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb és a legnehezebb feladat, amikor a gyermekeknek a veszélyeztetettségét felmérik, és ebben próbálnak megelőzésben helytállni, illetve akkor, hogyha ez a veszélyeztetettség esetleg már beállt, akkor próbálják a családokat, akár a családi konfliktust, akár az iskolai elhanyagoltságot pótolni és rávenni a szülőket. Én ezúton is kérem a televíziót néző szülőket, hogy a családban élő gyermekeknél elsődlegesen ők segítsék azt, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe, és ne kelljen igénybe venniük mind a hivatal, mind a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központnak ezt a tevékenységét. Köszönjük szépen a munkátokat, és hát a további munkátokhoz nagyon sok erőt kívánom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én is csatlakozom képviselőasszony utolsó gondolataihoz, és szeretném megköszönni mindenkinek, mind a polgármesteri hivatal szociális irodá munkatársainak, mind a gyermekek átmeneti otthona, mind pedig a Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak azt a munkát, ahogy képviselőasszony is fogalmazott, amely az elmúlt időszakban egyre nehezebbé vált, hiszen látjuk azt, hogy a COVID-helyzet óta egy kicsit megszaporodtak a olyan jellegű
dolgok, amelyekkel nekik foglalkozni kell, és foglalkozni szükséges, egyre inkább előtérbe kerülnek ezek a feladatok, és egyre nagyobb kihívást jelent, hiszen szakemberek munkaideje is véges, és látjuk azt, hogy bizony nagyon sokat kell foglalkozni családok és gyermekek védelmével. Köszönöm szépen én is a munkájukat, sok sikert és kitartást kívánok a következő időszakra is, és természetes, hogy bármi olyan probléma merül föl, amelyben a képviselő testület döntései és segítése szükséges, azt természetesen továbbra is meg fogjuk adni, és biztosítani fogjuk minden érintett intézmény és iroda irányába. Köszönöm szépen a munkájukat, tisztelt képviselőtestület, én elfogadásra, támogatásra javaslom a napirendet, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Köszönjük szépen. 9. napirendi pontunk tájékoztató az Akácliget gyógy- és strandfürdő szezonnyitó felkészüléséről és várható feladatairól. Tisztelettel köszöntöm igazgató urat. Az írásos anyagot megkaptuk, amelyben részletesen leírta, hogy mely feladatok voltak azok, amelyek a május 1-i nyitáshoz szükségesé váltak, hiszen május 1-én sikeresen megnyitott a fürdő. Tudjuk azt is, hogy a fürdő területét a Covid alatt több intézkedés érintette, ezek azonban elhárításra kerültek, tehát a fürdő meg tudott nyitni a kívánt időben, és azt is látjuk, hogy további pályázatokat nyújtottunk be ezzel kapcsolatban, hiszen többször beszéltünk már róla, ezek a pályázatok az előkészítő szakasznál járnak, és lassan abban a fázisba kerülnek, hogy a megvalósításhoz közeledünk, vélhetően az építési munkálatok heteken belül el is kezdődnek, már ami a bontást illeti, hiszen ahhoz, hogy építeni lehessen egy új medencét a régi helyén, ehhez először a bontást kell elkezdeni. Tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom az anyagot. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban? A bizottság tárgyalta, Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, egy úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televíziónézők! Minden évben képviselőtestület tárgyalja a fürdőnek a szezonra való felkészülését, illetve, hogy elhangzott, a bizottság is éppen a tegnapi napon, és igazgató úr mindig megtiszteli a bizottságot, jelen van, időben megkaptuk az anyagot, mint ahogyan most is, és ez a tájékoztató anyag gyakorlatilag reálisan ad a fürdőnek a szezonra való felkészüléséről egy átfogó tájékoztatót, úgy a vendéglátóegységek jelenlétéről, a rendezvényekről, a gyógyító tevékenységről. És a fürdő munkatársai minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy megfeleljenek az ideérkező vendégeknek. Igazgató úr fontosnak tartja, hogy a körülmények megfelelő biztosításával a dolgozói állomány is megfeleljen az elvárásoknak. Idézek az anyagból, elengedhetetlen, hogy szakmailag a legfelkészültebb dolgozók várják a vendégeket, bármilyen problémát kezelni tudjanak, és fel kell készülniük minden eshetőségre. És örülünk, hogy ezt nagyon fontosnak tartja, mert ez valóban fontos, hogy mindent a vendégekért értékelnünk kell, hogy a városnak van egy gyógyvize, sok település örülne neki, és ebből adódóan érkeznek ide sokan, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időben, amikor a Sámán dob átadásra kerül, hamarosan örülünk neki, és várjuk, és akkor egy idegenforgalmi terület, egy idegenforgalmi központ alakul ki, ahol gyógyulni lehet, ahol kulturális és egyéb más olyan lehetőség az ideérkezőknek, amely a város idegenforgalmát növeli. És ebben bízunk, és ennek örülünk, és ez legyen így. Amit a tegnapi bizottságülésen is elmondtam, örülnénk annak, hogy a fürdő területén működő, csodálatosan szép, jól felszerelt, biztonságos uszodát a helyi iskolák tanulói, testnevelő tanáraik irányításával
jobban kihasználnák a tanítási évre, a testnevelési órák keretében. Örülnék neki, mert hiszen a környező településekről jönnek, ide érkeznek. Hiszen az úszás értékét és a gyerekeknek az úszásra való tanítását és eredményeit nem kell bizonyítani. Én bízom benne, hogy a következő tanévtől beépül a testnevelési órák keretében, úgy, ahogyan ez volt az eddigiekben is. Hiszen a területről, a környező településekről járnak ide, és ennek örülünk. És ebbe bízva az anyagot elfogadásra ajánlom, és köszönjük az ott dolgozó munkáját, tevékenységét. És itt még egy gondolattal, mint az Idegenforgalmi Bizottság elnöke, nem akartam szót kérni a testületülés előtt. Öröm számunkra, azt hiszem, ahogy elhangzott, hogy május 9-én egy újabb idegenforgalmi látványossággal gyarapodott a város. A tűzoltó múzeum tűzoltó anyagkiállításával, amelyen nagyon sokan ott voltunk, és ez is egy olyan lehetőség, amivel élni kell, mert hiszen bejelentkezés alapján örömmel fogadják a látogatókat bárhonnan, és bízunk benne, hogy a városból is sokan újra megtekintik. A másik pedig a Népművészeti Egyesület ünnepelte egy csodálatosan szép kiállítás megnyitásával az elmúlt héten a 20 éves jubileumát, sok értékes alkotó. És ez annál is inkább örvendetes, hogy ez a kiállítás a birkafőző ünnepségünk, rendezvényünk napjaiban is még a kiállítás megtekinthető. Tehát akik ide érkeznek, a birkapörkölt elfogyasztása mellett ezt a nagyon tartalmas kiállítást is megnézhetik. Örülünk neki, legyen így. A felkészülést a Akácliget fürdő részéről az anyagot elfogadásra ajánlom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor én ahhoz a gondolathoz csatlakoznék, amelyet képviselőasszony is feszegetett, hiszen turisztikai szempontból egyre jelentősebb, azt gondolom én is, az Akácliget fürdő, hiszen látjuk, hogy a kemping, az általuk üzemeltetett kemping folyamatosan telt házzal üzemel. Nagyon sokan veszik igénybe egyrészt a kemping szolgáltatásait, másrészt nyilván a hozzá kapcsolódó gyógyvízű fürdő és meleg vízjótékony hatásait, és azt azért elmondhatom, Kanász Nagy László képviselő úr a Franciaországban képviselőasszony volt, hanem Lengyelországban tárgyaltunk a tekintetben, hogy hogyan lehet a fürdőt tovább népszerűsíteni testvérvárosunkban, olyan kedvezmények nyújtásával akár, amely lehetővé teszi azt, hogy még több vendéget tudjunk fogadni, hiszen abban a településben, testvérvárosunkban is egyre nagyobb az érdeklődés a karcagi nyaralás, pihenés lehetőségével, egyre többen keresik ezt a lehetőséget. Ennek apropóján el is készült egyébként egy lengyel nyelvű prospektus is a településről, amelyet kitörő örömmel fogadtak. Krosnóban próbálják népszerűsíteni a lehetőségeikhez képest a helyi televízióban, illetve a helyi újságban fognak megjelenni olyan cikkek, amelyek a karcagi fürdőt, gyógyvízű pihenés lehetőségét fogják kicsit hirdetni a településen. Én köszönöm szépen én is igazgató úrnak, munkatársainak azt a munkát, amelyet elvégeztek, hiszen nagyon nehéz volt a Covid időszak alatt azokat a fejlesztéseket és azokat a karbantartási munkákat, amelyeket mindig görgettek maguk előtt elvégezni és olyan állapotba hozni a fürdőt, hogy meg tudjon nyitni. Ez a felkészülés nagyon jól haladt, nagyon jól tudtak haladni, és minden készen állt arra, hogy május 1-én megnyissanak, és egy sikeres szezont tudjunk magunk mögött, még úgy is, hogy közben a felújítások remélhetőleg zajlani fognak. Én ehhez kívánok további jó munkát, az anyagot pedig elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Köszönjük szépen!
Tizedik napirendi pontunk, javaslat Karcagváros önkormányzat képviselőtestületének 2023. évi munkatervéről szóló határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, ahogy az anyagban is le van írva, a feltorlódott feladatok és város marketing munkák miatt kérem, hogy 2023. június 28-a legyen a következő képviselőtestületi ülés dátuma, 29-e helyett, tehát egy nappal korábban kerüljön megrendezésre. Ugye 29-ére volt előzetesen, ez egy csütörtöki nap, most pedig előtte szerdára kerülne át. Olyan program van város érdekből, amelyen mindenképpen szükséges, hogy részt vegyek. Kérdés, hozzászólás, ha nincs, akkor elfogadásra. Javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 11. napirendi pontunk, javaslat Karcagváros település rendezési eszközeinek 2023. évi első módosításához kapcsolódó környezetvédelmi vizsgálat szükségességére. Tisztelt képviselőtestület, a település rendezési eszközök módosítása előtt eseti meghatározás alapján döntendő el a környezetvédelmi vizsgálat szükségessége. Ezt a képviselőtestület a jogszabályban előírtaknak megfelelően hozza meg, és kikéri a környezetvédelemért felelő szervek véleményét ennek a döntésnek a meghozatala érdekében. Ezek a vélemények megérkeztek, a válaszadó államigazgatási szervek egyike sem tartotta szükségesnek környezetvédelmi vizsgálat lefolytatását. Én magam is azt javaslom, ellentétben a harmadik, negyedik napirendi ponttal, hogy itt nem szükséges környezetvédelmi tanulmány elkészítése, hiszen nem olyan jelentőségű ügyről beszélünk. Vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodott, kettő tartózkodással elfogadásra került a napi rend. Csak úgy megjegyzem egyébként, hogy egy közel 500 millió forintos pályázatnak a befejezéséhez van szüksége erre a rendezési terv módosítására. Én azt gondolom, hogy egy 500 millió forintos kerékpárút pályázat befejezése és elszámolása talán megért volna annyit, hogy az ellenzéki képviselők is támogatják. Ezek szerint, ahogy a pályázatokat, úgy ezt sem igazán szokták támogatni. Köszönöm szépen. 12. napirendi pontunk, javaslat a Karcag kórházú 10 szám alatti 32 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helység Sani S. Kft. Részére történő bérbeadásról szóló határozat módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a címben jelzett Kft., mint újonnan alakuló Kft. Venné át azt a bérleményt, amelyet egyébként a Kft. Létrehozója bérelt eddig. Ő szeretné folytatni ezt a jogviszonyt az általa létrehozott Kft. Keretein belül. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 13. napirendi pontunk, javaslat az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikum pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, az előző évekhez hasonlóan ismét meghirdetésre került a Hungarikum pályázat, az Agrárminiszter a Hungarikum Bizottság elnökeként. A hungarikumok népszerűsítése, megismerése, megőrzése, gondozásának támogatására írt ki nyílt pályázatot. Működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri vissza nem térítendő támogatásra, melynek összege 3 millió forintig terjed. Ennek megfelelően próbáltuk megfogalmazni a pályázati célt. Sikeres pályázat esetén a karcagi kolbászízesítő és házi pálinka, illetve keltésztás ütemények versenyét szeretnénk ebből a támogatásból megvalósítani, egyfajta újra gondolt Hungarikum fesztiválként. Kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez? A bizottság támogatja, én is javaslom támogatásra, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 14. napirendi pontunk, javaslat, Karcagvárosi Önkormányzat és intézményei földgáz energia közbeszerzésére. Tisztelt képviselőtestület,
a lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer elérésének érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei így az összes 20 köbméter alatti és 20 köbméter feletti lekötött teljesítményű fogyasztási helyek vonatkozásában lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz csatlakozzon egy csoportos közbeszerzés révén, melyet a Searching Hungary Kft. Bonyolít le, ugye ők bonyolították le az előző időszakban is sikeresen, ennek köszönhető az a megtakarítás, amely az előző időszak energia igényeit sikerült egy megfelelő árszintre hoznunk. Így javaslom, hogy 2023. október 1-től 2025. október 1-ig tartó időszakra kössünk szerződést csoportos közbeszerzés érdekében. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatja. Én is támogatásra javaslom, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, 15-től 32-ig terjedő napirendi pontok tárgyalására zárt ülés rendelek el. Tisztelt képviselőtestület, a zárt ülés végére értünk, a testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját, de kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy két képviselő elhagyta a tanácskozó termet. Nem kívánt a képviselőtestület munkájában teljes egészében részt venni a mai testületi ülésen. Rátérünk a 33. pót napirendi pont megtárgyalására. A javaslat az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023-as országgyűlési határozathoz való csatlakozásra. Tisztelt képviselőtestület, ahogyan tudjuk, az orosz-ukrán háború második évébe lépett. Magyarország országgyűlése az orosz-ukrán háború évfordulójához kapcsolódóan 2023. március 31 napján határozatot fogadott el, melyben elkötelezettségét fejezte ki a béke mellett. Ehhez a javaslathoz javaslom, hogy Karcagváros önkormányzata is csatlakozzon, megerősítve azt az országgyűlési határozatot Karcagváros képviselőtestülete által is, mely egyértelműen a béke pártján álló Magyarországot erősíti. Kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? Név szerint a szavazás, akkor arról szavaznunk kell, ugye? Igen, ügyrendi javaslat. Ügyrendi javaslatként, akkor felteszem. Felteszem ügyrendi javaslatként, hogy név szerinti szavazással kerüljön-e a 33. napi rendi pont elfogadásra. Aki elfogadja a név szerinti szavazást, azt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, név szerinti szavazást rendelek el. Egy jelenléti hívet kérnék szépen. Egy jelenléti hívet. Akkor kérem, hogy név szerinti szavazásnál hangosan egyértelműen jelezze minden képviselő. Molnár Pál, igen. Dr. Kanász Nagy László, igen. Nagyné László Erzsébet, igen. Gyurcsek János, igen. Dr. Pintér Zoltán, igen. Szepesi Tibor, igen, Pánti Ildikó. Igen. Köszönöm szépen, igen. Szavazatokkal, nem és tartózkodás nélkül a jelenlévő képviselők elfogadták a napirendet. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy a napirendek megtárgyalásának a végére értünk, mivel egyéb kérdés nem merült föl, ezért bejelentem, hogy a képviselőtestület legközelebb soron kívüli ülés tart 2023. május 31-én szerdán 10 órai kezdettel. Van-e valakinek javaslata erre az ülésre, napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor megköszönöm a még jelenlévő képviselőtestület tagjainak, meghívott vendégeinknek a megjelenést, aktivitást, a kedves televízió nézőknek a figyelmet.
a mai testületi ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek!